Tisztelettel köszöntöm Önöket. Politikáról fogunk beszélgetni, a mi politikai életünkről elsősorban, de hát azon kívül lehetséges, hogy sok minden mást is szóba tudunk majd hozni vendégemmel, aki ebben a műsorban már járt egyszer, hát ugye egy évtizeddel ezelőtt, és kicsit fel is idéztük, hogy akkor egy picit más volt a bútor, más volt az asztal, másképp lehetett itt ülni, de amiről beszéltünk, hát az gyakorlatilag ugyanez volt, az Orbán rendszer. És hát eltelik egy évtized, és lám csak ugyanerről beszélgetünk. Török Gábor, 52 éves történész, politológus, egyetemi docens, politikai elemző. Az ELTE-n történelem politika elmélet szakon diplomázott, majd az állam és jogtudományi karon summa cum laude minősítéssel doktori címet szerzett. Több mint 20 évig a Corvinuson, most az ELTE AJK politikatudományi intézetében tanít. Kutatási területe a rendszerváltás utáni magyar politikai rendszer vizsgálata, valamint a politikai és stratégiai elemzés műfaja. Parádés életre, az örülök, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást. Szóval, amit itt az előbb a kedves nézőknek már említettem, akkor, amikor itt jártál, nem, mondjuk, amikor a 2010-ben az első kétharmad kitört, hát akkor te a 30-as éveid végén jártál, most meg itt vagy az 50-es éveidben, és ugyanarról beszélgetünk, erről a kétharmadról. Ez csalódás? Vagy egyáltalán hogy viszonyulsz hozzá? Hát nagyon nem ugyanarról beszélgetünk, szerintem nagyon más volt a politikai helyzet 2010-ben, meg talán még az első ciklusban. Várj. Ez az adás szerintem tartalmas. Podcastben jó. Képzeljék el. Legalább egyszer jól nézünk. Bocsánat, még egyszer elkezdjük. Ilyen jó sose lesz többé. És ugyanazt újra el kell mondanod? Tisztelettel köszöntöm Önöket, politikai elemzőt hívtunk a mai műsorba, méghozzá egy olyan elemzőt, akit szoktak azzal zrikálni egy kicsikét, hogy ő az egyrészt másrészt tudósa. Erről majd érdemes lesz beszélnünk, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos hozzáadott érték ahhoz, amit ő képviselni szokott, hogy ki a vendég, lássuk is rögtön. Török Gábor, 52 éves történész, politológus, egyetemi docens, politikai elemző. Az ELTE-n történelem politika elmélet szakon diplomázott, majd az állam és jogtudományi karon summa cum laude minősítéssel doktori címet szerzett. Több mint 20 évig a Corvinuson, most az ELTE AJK politikatudományi intézetében tanít. Kutatási területe a rendszerváltás utáni magyar politikai rendszer vizsgálata, valamint a politikai és stratégiai elemzés műfaja. Török Gábor, tehát örülök, hogy itt vagy, köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Amikor 2010-ben, 30-as éveid végén elemezted az első kétharmadot, és akkor gyakrabb vendég voltál a médiában, akkor nyilván arra nem gondoltál, hogy ez megy így tovább évtizeden túl is. Most meg akkor a 30-as éveidben jártál itt, vagy láttuk túl az 50-en, és mintha nem változott volna semmi. Változott? Vagy te hogy viszonyulsz az elmúlt évtizedhez? Hát szerintem rengeteget változott. 2000-es évek végén, mondjuk 2010 elején és az első ciklusban szerintem az elemzők, vagy legalábbis én, abban a politikai logikában gondolkodtunk, amit a 90-es években, meg a 2000-es években megtanultunk. Tehát a magyar politikának azt a variabilitását, a jelentős változását, a szavazótáboroknak, vagy ha a 2000-es évekről beszélünk, akkor alapvetően egy ilyen kvázi kétosztatú politikai rendszer látszott kialakulni, amiben azért lehetett azt gondolni, hogy időnként az egyik, majd a másik tábor van kormányon. Tehát őszintén szóval én a 2010-14 közötti ciklusban nagyon nem gondoltam azt, hogy ebből lehet egy évtizedekig tartó hatalomgyakorlás, egy olyan domináns pártrendszer, amit most látunk. Évtizedekig? Hát most már másfél évtizede lassan. Ugye mondhatjuk 2026-ig előre tekintve, de én egyáltalán nem lennék meglepve, ha ez évtizedekig is eltartana. Ugye az, ami kialakult, az szerintem egy olyan aszimmetrikus helyzet, egy olyan domináns pártrendszer, egy olyan dominancia a politikai versenyben, aminek azért nagyon hosszú lehet az árnyéka. Tehát sokáig lehet ezt még üzemeltetni szerintem, sőt egyre inkább az az érzésem, azt követően, hogy a hatalomgyár ennyire professzionálisan kezdett el működni, és a rendszer berendezkedett, hogy akár a rendszer névadója nélkül is
Tehát van Orbánizmus, talán Orbán Viktor. Erre akkor majd még térjünk vissza, mert ez szerintem kibontást, kifejtést igényel. Az, hogy 2010-ben kialakult az első kétharmad, abból következnek újabb kétharmadok? Vagy ez ennél sokkal-sokkal bonyolultabb? Hát persze így folyamatosan vissza lehet menni akár 2006-ra is. Mondjuk 2006 nekem egy érdekes élmény, a 2006-os választás. Kevesen emlékeznek már rá, de hallgatóknak szoktam behozni, mutatni azokat a Magyar Nemzetben 2006 tavaszán megjelent cikkeket, amelyekben közéleti szereplők, megmondó emberek értekeztek arról, hogy hát eldőltek hosszú távra a dolgok, és a 2006-os győzelemmel az is eldőlt, hogy itt a szocialista párt alakíthat ki egy több cikluson át tartó kormányzást, és Gyurcsány Ferenc konszolidálhatja a magyar politikai rendszert. Ez még az összödi beszéd előtt volt. Ez még az összödi beszéd előtt volt, persze. Csak azt mondom, hogy nyilván ez volt az a tapasztalat, amiből kiindultunk, hogy nincsenek ilyen hosszú távú berendezkedések, de azt, ma már az látszik, vagy azt gondolom, hogy talán az látszik, hogy inkább az első két évtized volt a rendszerhiba, és az, ami most látható, az sokkal közelebb áll a magyar néplélekhez, sokkal inkább alkalmas arra, hogy a magyar politikát irányítani tudja. De persze ettől még nem kizárt az, hogy később valami fajta visszafordulás következik be újra. De hát ez a magyar néplélek dolog, ez azért most sem mutat egységet. Tehát nem tudom, van-e olyan, hogy magyar néplélek, mert van mondjuk kerekítő számokat mondok, van 3 millió ember, akinek a magyar néplelke az olyan, hogy Fidesz. Uh-huh. És van mondjuk 2,5 millió ma is, amelyiknek nem. És akkor a többi meg azt mondja, hogy hát hagyjuk is. Nyilván, de néplélek persze van, hiszen minden országra van valami fajta jellemző politikai gondolkodás, politikai kultúra, ami a társadalomban, hogy mi az, ami sikeres lehet, hogy mi az, ami működhet. Nyilván nem véletlen az, hogy ez a rendszer kialakult, ennek a rendszernek a lehetősége azért ott volt valahol. Tehát az, hogy hosszú távú politikai stabilitást létre lehet hozni, úgy, ahogy a dualizmus korában létre lehetett hozni, vagy a két világháború között, az nyilván benne volt a lehetőségek tárházában, de nyilván nem volt ez egy eleve elrendelt dolog, ahhoz kellett egy politikai vezető, kellett egy egységesen viselkedő politikai párt, és sok-sok szerencse is kellett hozzá, amiről az előbb beszélünk, lásd ugye az összödi beszédet. Azon te elgondolkoztál valaha, vagy érdemes ilyen játékot játszani, hogy mi van, ha nincs összödi beszéd, vagy mi van, hogyha ez úgy hangzik el, hogy általában ezek elszoktak zárt körben, hogy jó, hát a párt értekezlet meg volt, menjünk haza. Persze, ezen érdemes gondolkodni, szerintem, ha ennyit lehet szakmázni, ugye miután a politika tudományban, vagy a politikával való foglalkozásban a kísérlet, mint olyan, az társadalmi szinten nem megvalósítható, ezért legfeljebb gondolatkísérletekkel tudunk eljátszani, meg egyes szereplőket tudjuk kísérleti helyzetbe hozni, de nyilván társadalmi kísérleteket nem tudunk folytatni, marad a gondolatkísérlet, és nyilván sok minden más kimenet lehetett volna, megint csak arra utalok 2006-ban, talán van, aki még emlékszik rá, hogy azért akkor a jobb oldalon belül elindult az a folyamat is, hogy vajon hogyan lehet nekifutni a 2010-es választásnak. Voltak fideszes vezetők, akik arról beszéltek, hogy Orbán Viktor már nem lesz alkalmas arra, hogy politikai vezetőként, legfeljebb egy szellemi vezetőként irányítsa a jobb oldalt, és voltak különböző összejövetelek, megbeszélések, amelyek szintén azt a célt szolgálták, hogy teljesen más irányt szabjanak a két választási vereség után a Fidesz politikai. Sőt, ez néha fel is festett egy kicsikét a takaró arról, mert hogy lehetett olvasni is persze, erről szóló jobboldali gondolatokat. Így van, így van. Úgyhogy nyilván sok minden másképp alakulhatott volna. Ugyanakkor azért olyan nagyon komoly véletlenek szerintem a politikában nincsenek, tehát azért előbb azt mondtam, hogy benne volt a lehetőségek tárházában, hogy valaki egy ilyen domináns szituációt tudja létrehozni. Az viszont lehet, hogy nem volt benne, hogy a szocialista párt és annak bázisa alkalmas legyen. Ugyanerre. Az, ami 2010 után mondjuk a magyar baloldallal történt, azt szerintem jól mutatja, hogy ott nagyon sok feltétel hiányzott, ami a Fidesznél megvolt. Gondoljunk egy egységesen elfogadott politikai vezetőre, rengeteg politikai munkára, egy szervezett pártra. Hát ez 2010 után nagyon jól lehetett látni. A Fidesz a 2002-es és a 2006-os vereségek sem rendítették meg annyira, amennyire a 2010-es tönkretette a magyar baloldal. Hát ez pont az mutatja, hogy milyen gyorsan tudott reagálni arra a kihívásra, amit hirtelen elérakott Gyurcsány Ferenc összödi beszéde. Így van. A 2010-es kétharmad az irányában, céljaiban, megfogalmazásaiban hasonlít a jelenlegire? Nyilván a
Én azt gondolom, hogy a Fidesznek, meg Orbán Viktornak a legfontosabb jellemzőjét keressük, az szerintem az alkalmazkodó képesség, a változásra való hajlam, tehát nagyon sok minden változott. Ugyanakkor azt gondolom, hogy alapvetően a célok tekintetében nincs változás. Most ugye sokan leegyszerűsítik, én is időnként ezeket a célokat, és a hatalom megtartásában látjuk leginkább. Ez nyilván egy legitim politikai cél egy párt részéről. De azt gondolom, hogy ezen túlmenően is a hatalomgyakorlásnak a módja, iránya, módszerei, céljai nem nagyon változtak. Nyilván nagyon sok dolog változott, a szereplők jelentős mértékben, vagy egy jelentős mértékben kicserélődtek, a politikai tartalmakban is van változás, de azért szerintem van olyasmi, ami végighúzódik ezen a most már ugye 13 éves cikluson, vagy 13 éves perióduson. Például az, hogy mi az, amire nagyon figyel a kormányoldal, leginkább ugye arra, hogy mindig legyen világos, jól érthető narratíva, politikai ellenség, politikai cél, és ha végig görgetjük a 2010-es első ciklusnak a politikai napirendjét, azért szerintem ott nagyon sok minden már benne volt, ami mára kifejlődött. Nyilván a migrációs tematika nem jelent így meg, de például az Európai Unióval való kapcsolatban, még akkor is, amikor ugye Magyarország soros elnökséget adott az első ciklusban, és Orbán Viktor, emlékeznek még a kedves nézők, egy erős Európa felirat felett mondta el a beszédeit, tehát az volt ugye a szlogen, az erős Európa, tehát bizonyos értelemben volt még egy EU-párti iránya a politikai irányvezetésnek, de azért azt gondolom, az EU-val kapcsolatos szkepszis, az EU-hoz való hozzáállás, az, hogy az Európai Unió nagyon sok tekintetben egy vudubábú a magyar politikában, ezek mind ott voltak, és ez nagyon tudatos politika, amit 2010 óta folyamatosan, tehát az, hogy ideológiai alapjai legyenek a kormányzásnak. Érdekes példa egyébként, hogy a domináns pártrendszerekkel foglalkozó irodalom az egyik legfontosabb kérdésnek azt tekinti, hogy a domináns párt, aki uralja a politikai rendszert, az képes-e ennek az ideológiai alapját is megadni. És jól látszik, hogy a Fidesz, mintha olvasta volna ezt a szakirodalmat, és tudja, hogy nem elegendő pragmatikus alapon kormányozni. Sokan, én is gyakran azt mondom, hogy nagyon erőteljes a pragmatikus megoldások iránti elköteleződés a Fideszben, de végig ott van az egész mögött egy vezérfonal, egy iránytű, célokkal, ellenségekkel, célokkal megjelölve, ami nagyon könnyen befogadható, érthető, hiszen nincs ember Magyarországon, aki ne tudná leírni mondjuk három mondatban, hogy mi a Fidesz célja, még a kritikusok is le tudják írni. És ugyanezt az ellenzéki politikai oldalon belül nagyon nehéz lenne. Tehát azt kérném, hogy írjuk akkor össze, hogy mivel foglalkozik, vagy mit szeretne elérni a Szocialista Párt, vagy a Jobbik, nagyon nehéz lenne ez. De hát ez a széttartásuk miatt is van, ami időnként mintha keresztezni egymást, mintha távolodna egymástól. Tehát úgy viselkedik, mint a vasúti pályák egy pályaudvaron. Így nagyon nehéz egy irányba menni. Persze, ezért is nem mondtam azt, hogy mondjuk meg azt, hogy mit szeretne az ellenzék, mert az szinte lehetetlen, hiszen ellenzékek vannak, de még az ellenzéken belül is talán a DK-t leszámítva, esetleg mostanában az LMP-t leszámítva, még nekünk, elemzőknek is nehéz megmondani. Három mondatban, hogy mit akarnak ezek a... Korábban volt egy közmegállapodás. Ez egy kicsit olyan volt, mint addig jó nekünk, amíg Kádár él. Ugye volt ez a 80-as évekbeli mondás. Ez most úgy hangzott, hogy addig van Fidesz, amíg van Orbán Viktor. Ez módosult az elmúlt évtizedben, azáltal, hogy kiépült ez a nagyon erős rendszer, amit a Fidesz birtokol? Szerintem igen. Az nyilvánvaló, hogy ez a politikai struktúra, amit látunk, ez egy személyre szabott, egy személyközpontú politikai irányítást jelent. Nem lett volna az elmúlt egy évtized, vagy másfél évtized Orbán Viktor nélkül. Tehát az nyilvánvaló, hogy ezt a rendszert Orbán Viktor építette fel, és ahogy szoktam mondani, ugye Orbán Viktor nem bíborban született Orbán Viktor, hanem neki ezt politikai munkával kellett megteremteni. Akár a 80-as évek végétől nézzük a történetet, akár a 90-es évek közepi politikai fordulat után, de akár csak 2002-2006 után, az, hogy ilyen hatalomgyakorlás tudott kialakulni Magyarországon, ez egy személyhez kötődő lojalitásból, egy személyhez kötődő kapcsolatrendszerből áll össze. Tehát a pókháló közepén, a pók kétségtelenül Orbán Viktor, volt olyan időszak, amikor két pók volt ott a pókháló közepén, ugye Simicska Lajossal és Orbán Viktorral, de mára ezek a kérdések eldőltek. És az nagy tanulság volt valószínűleg Orbán Viktor számára, hogy nem fér el két pókot közében. Egy nyilvánvaló, igen. Tehát az nyilván nem egy kellemes, kedvező
struktúra volt számára. Most az a kérdés, hogy ez a pókháló milyen erős. Milyen erős, hogyha nyugdíjba vonul a pók, vagy már nincs kedve szőni tovább, akkor mennyire erősek? Mennyire erős maga a háló, hogy vajon kibírja-e azt? De akkor ez felvet egy másik kérdést is, hogy van Orbán Viktor, és van-e Orbánizmus? Tehát Orbán Viktor nélkül létezik-e valami, ami olyan, mint ő, de már nélküle? Szerintem egy politikai gyakorlat van, amit tovább lehet folytatni, és nyilván komoly verseny lesz majd azért, hogy ahogy nem tudom, De Gaulle esetén a gólizmus kapcsán mára már tagadhatatlan, még a kritikusok is kénytelenek elismerni, szerintem, hogy Orbán Viktor egy orbánizmust épített fel, amely lesz azt követően is, mert az a politikai gyakorlat, vezetési stílus, a hatalomgyár, stb. Sok minden, amit megismertünk az elmúlt időszakban, az nemzetközileg is, meg idehaza is megkerülhetetlen. Úgyhogy de az lesz. Orbánizmus te hogy írnád le annak? Azon túlmenőleg, hogy hatalomgyár, hogy remekül kommunikál, és megtalálta a mondatokat, amik szükségesek. Nyilván nem feltétlenül egyedül, erről is érdemes majd mondanunk pár mondatot, ahhoz, hogy a nép értse. Az ő népe értse mindig, hogy miről van szó. Azon kívül hogy írnád le? Mi a lényege az orbánizmusnak? Hát ezt nem lehet szerintem pár mondatban, de könyvek sokasága most már lehet mondani, próbálkozik ezzel. Sok-sok elemből áll össze, és azért, hogyha most ennek csak egy részletét emeljük ki, például azt, hogy hogyan lehet társadalmi többséget szerezni, hogy hogyan lehet a személyi politikát folytatni, hogy mennyire fontos az, hogy mindig egyfajta káoszból rendet teremtsen a politikai vezető, tehát itt stílus, célok, módszerek, sok minden keveredik benne, de szerintem összeáll ebből egy egyértelmű politikai irányvezetés, ami mintaként fog szolgálni. Egyébként már most mintaként szolgál például a régió néhány politikusa számára, akik próbálják ellesni azt, ahogy Orbán Viktor kormányzott, vagy ahogy felépítette, megteremtette el mögött a hatalmi bázist. Úgyhogy van orbánizmus, csak nyilván nem fogom tudni két mondatban elmondani ennek a lényegét. Sajnálom. Viszont akkor megpróbálom másfelől megközelíteni ugyanezt. Ugye azok a figurák a politika történetben, akik a saját szerepüket önmagukon messze túlmutatóan próbálták látni és láttatni, általában az utódlásról is igyekeztek gondoskodni, hogy ők maguk tovább maradjanak, mint ameddig tartanak. Egy ilyen folyamatot, egy ilyen igényt látsz Orbán Viktornál, vagy látsz a Fideszen belül egyfajta tudatos építkezést ez irányba? Szerintem ennek még nincs itt az ideje, vagy azt gondolom, hogy Orbán Viktor nem gondolja úgy, hogy ennek itt lenne az ideje. Persze innentől minden már csak kötszurkálás, mert a fejébe próbálunk belelátni, de ez egy fontos kérdés, tehát érdemes vele foglalkozni. A sajtó nagyon sokat foglalkozott egyébként vele a 2010-es években is, magam is sokszor kaptam ilyen jellegű kérdéseket az utódjelöltekre vonatkozóan, és mindig azt lehetett szerintem látni, hogy Orbán Viktornak van egy sajátos vezetési stílusa, taktikája, stratégiája, amelyben folyamatosan utódjelölteket versenyeztet egymással, akik végül aztán ezekben a harcokban általában rendre annyi sebet kapnak, hogy vagy elbuknak, vagy feladják ezt a küzdelmüket. Tehát élvezettel szemléli Orbán Viktor a sikereiket is, de még inkább a kudarcaikat ezeknek. Ez például Lázár János történetével írható le? Ugye ő most visszakerült valamelyest, de hát jártunk el előrébb is. Hát gondoljunk arra, hogy amikor 2010-ben a kormány megalakult, akkor a sajtó hosszan tárgyalta, hogy Orbán Viktornál sokkal nagyobb tapsot kapott például Navracsics Tibor a bemutatásnál a parlamentben, és akkor elindult ugye Navracsics Tibor és Lázár János, akik egyébként közismert 2010 előtt jó barátok voltak, egymást segítették több területen. Elindult, a sajtó is erősítette, de szerintem maga a miniszterelnök is egyfajta rivalizálás, amelynek voltak fontos állomásai alkotmánymódosítás kapcsán és más ügyekben. Tehát látszott, hogy kettőjük párharca határozza meg a kormányzati személyzeti politikát, ehhez is próbáltak többiek alkalmazkodni. Aztán ugye Navracsics Tibor kikerült a képből, elindult egy Rogán Lázár párharc, aminek akkor úgy nézett ki 2018-ban, hogy Rogán Antal a győztese, de Rogán Antal, mint lehetséges politikai utódjelölt, azt gondolom kiírta már magát ebből a körből, szerintem ő maga sem ambicionálja, tehát az a győzelem, fontos győzelem volt számára abban az értelemben, hogy a kormány az övé maradt, már belül, és Lázár volt az, aki kikerült, de nem nyerte meg ezt a versenyt, és most is vannak ilyen szereplők, gondoljunk Szijjártó Péterre,
Orbán Balázsra, akinek a csillaga egyre inkább emelkedik látványosan a kormányzaton belül, és én azt gondolom, hogy a miniszterelnök még senkire, nek a vállára nem tette rá a kezét, hogy te leszel az fiam, hanem, hogy is mondjam, nagyon érdekes manipulációs technikákkal folyamatosan versenyezteti őket, mindig minden pozícióra több szereplőt választ ki, és általában ezeknek az a mechanizmus, ahogy mindannyian a miniszterelnöknek akarnak megfelelni. Soha senki nem fordul szembe a miniszterelnökkel, hiszen nyilvánvalóan mindenki arra vár, hogy a miniszterelnök majd őt jelölje ki egy fontosabb feladatra. Ezek nagyon egyszerű és nyilván ismert vezetési technikák, de azt gondolom, hogy Orbán Viktor ezeket nagyon tudatosan, rettenetesen tudatosan gyakorolja, és látszik a kormányzás elmúlt 13 évében, hogy ebből egy politikai gyakorlat lett. Azért ez erősen hasonlít a napkirály udvarára, hogy csak egy uralkodót mondjak a sok közül. Tehát az erős király volt ott, általában ez így zajlott. Mert a politikai rendszerek általában hasonlítanak egymásra tértől és kortól függetlenül a dolog lényegét illetően. Persze, én nem véletlen egyébként, hogy amikor az előbb személyi hatalmat mondtam, akkor szerintem a legjobb analógia az egy feudális királyi udvar. Eleve a politika tudomány is szereti ezt az udvar kifejezést, én is nagyon szeretem, mert azt gondolom, hogy egy ilyen rendszerben, egy ilyen domináns pártrendszerben, hosszú ideje működő kormányzati hatalomban leginkább úgy működnek a szereplők, mint egy középkori királyi udvarban, ahol nyilván a királyhatalma soha nem 100%-os, nyilván ezek nem csak erőforrások, de bizonyos értelemben ellensúlyok is, játszania kell ezekkel a szereplőkkel. Persze a napkirálynál senki nem tette fel azt a kérdést, hogy ki lesz az utód, mert nyilvánvaló volt, tehát azért sok-sok, az analógia sok területen nem pontos, de mégis abban az értelemben, hogy hogyan kellett sakkozni a szereplőkkel, ki kerül be, ki kap fontos megbízást, vagy éppen birtokot, hát ez zajlik Magyarországon nap-nap után, ez akkor is ugyanúgy működött. Tehát ebben az értelemben nagyon hasznosak azok az ismeretek, amiket például egy középkori uradalomról lehet. De látod, ez szerezni. Mennyire érdekes, mert hogy feudalizmus a közbeszédben nem szokás, a kádárizmussal annál inkább összekeverni, összemosni azt, ami zajlik. Mert ez nekünk egy sokkal ismertebb testközeli élmény. Tehát aki fiatal is, a szülei el tudják mesélni, hogy ezt, hogy van, így volt ez akkor is, fiam, mondják neki. De a feudalizmus az egy történelemkönyv. Ezért mondom, hogy szerintem a politikai rendszerek nagyon hasonlítanak egymásra, tehát akármelyiket hozhatjuk ide analógiaként, de azért fontos látnunk azokat a jelentős különbségeket. Most már a feudalizmusról beszélünk, azért a hűbérbirtok az egészen más jellegű volt, mint azok az adományok, amelyeket ma a NER lovagok meg tudnak szerezni, tehát sok-sok különbség van, és nyilván sokféle leírás. Tehát ott is kézből letette a királya hozzá hűségeseket. Ez a lényeg. Ha akart valamit valaki, akkor nyilván az út, a vezetőn keresztül ment, és a vezető ezekkel az erőforrásokkal tudott sakkozni, ezzel a személyzeti politikával. Ezt sokan nagyon rosszul csinálják, hát a magyar miniszterelnöki pozícióban azért ültek olyan vezetők, akik esetében egyáltalán nem érezhettük azt, hogy ők képesek erre a személyzeti politikára. Hadd utaljak például Megyesi Péterre, aki szintén miniszterelnök volt, de hát 2 év után a saját bukását készítette elő a személyzeti politikájával. De nyilván a mostani rendszer az teljesen más, és sokkal erőteljesebb, hát ég és föld, összesen lehet hasonlítani. Az látszik, hogy van egyfajta káderképzés a Fideszen belül, ezek megvannak az intézményei, vezetőképzés is van? Tehát kifejezetten zajlik az a te, meg te, belőled lesz valami típusú kiválasztás? Szerintem nem így, nyilván, ez inkább a politikai gyakorlatban, de látszik az, hogy vannak, akiknek a pályája szépen ível felfelé, teljesítik a feladatokat, és valójában leginkább azt gondolom, hogy amiben az orbánizmus ezen a téren sokat tett, vagy amiben azt gondolom, hogy maradandót alkotott, abban az értelemben, hogy megkerülhetetlen lesz a későbbi a kormányok számára, és az, hogy kijelölte azokat a nagyon erőteljesen, világosan megjelölt azokat a módszereket, ahogy zajlik a politikai vezetőknek a kiválasztás. Leginkább a hűség. Ugye nyilván sok-sok szempont lehet a politikai vezető esetében. Fontosabb, mint az alkalmas. Ezt akartam mondani, esetben. Így van. Tehát nagyon sok esetben nyilván, vagy sok más helyzetben az alkalmasság az gyakran felül tudta írni a hűséget, a Fideszben sohasem. Tehát ha megnézzük a Fidesz belső szelekciós
módszereit, mechanizmusait, ott a hűség a leginkább értékelt erény, ha lehet így fogalmazni. Nézd meg, hogy minden olyan esetben, amikor valaki akár még baklövést is követel, az alapvető kérdés az, hogy hűséges volt-e vagy sem a helyzetben. Hiába vagy jó, ha nem vagy hűséges, ebben a rendszerben nem tudsz előbbre jutni. Ez a fajta gondolkodás hozza azt, amit szintén gyakran emlegetnek, hogy Orbán Viktor a sajátjait tényleg nem hagyja az út szélén. Tehát ha valaki hibázott, lehet, hogy mennie kell, de valamit kap. Ha más nem egy jó igazgatótanácsi állás, hogy valamit. Így van, ezt próbálom hangsúlyozni. Ki leszel fizetve akkor is, ha baj csináltál. Igen, ezt próbálom hangsúlyozni, hogy tehát van egy olyan mintaadás, vagy mintaépítés, vannak olyan íratlan szabályai ennek a kormányzásnak, amelyek időnként fontosabbak, mint az írott szabályok. Például ilyenek, hogy valóban nem lehet az, aki fontos elvtárs, vagy az, aki teljesített, hűséges volt, az semmiképpen ne kerülhessen rosszabb helyzetbe. És nyilván, tehát ez tanító jellegű, mert megtanulod ebben az esetben, ha te egy káder vagy valamelyik szintjén, hogy mi az, ami igazán fontos egy krízis helyzetben, mi a fontos. Nyilván azt kell nézned, a legfontosabb az, hogy soha ne áruld el a politikai vezetőt, a politikai pártodat, annak megfelelően cselekedj. Ezek tanítási mechanizmusok, és nagyon jól működik. Tehát én abszolút helyi szinteken is látom, hogy az, amit Orbán módszernek lehet nevezni, de ez nyilván nem Orbán Viktor találta fel ezeket. Ez nagyon sok intézmény hasonló módon működött a világtörténelemben, de ezeket ő nagyon tudatosan és következetesen alkalmazza, és ugyanezt csinálják helyben a fideszes kis királyok, nevezzük így, a helyi vezetők is, ha sikeresek akarnak lenni, és ez működik. Elmítetted az előbb, hogy ha nem látsz belső mozgást, ami arra irányul, hogy Orbán Viktor elmozdítható legyen, mert nincs tere. De korábban volt erre több kísérlet is. Az például egy tanulási folyamat része volt a Fideszen belül, hogy ez nem megy. Tehát lehet ezzel próbálkozni, ugye emlékszünk Schmidt-Mária vitai cikkére, és emlékszünk a 90-es évek mozgásaira, és mindegyikből Orbán Viktor jött ki végül győztesen. Tehát ez egy olyan minta, ami egy életre elveszi a kedvét a belül mozgóknak? Hát nem nyilván, hogy de a helyzet más. Tehát nyilván, ha most a következő két választást a Fideszt elvesztíteni, ahogy 2002-ben és 2006-ban tette, akkor a Fideszen belül is elindulna az utódlással, vagy a politikai vezető személyével kapcsolatos vita. Ez kudarc kell előbb. Hát persze. De hát négy választáson kétharmadot szerző vezető esetén nincs kérdés. Az ellenzék is, meg a külföldi szereti úgy láttatni ezt a Magyarországon zajló folyamatot, hogy ez csalással, pénzosztással, talán a félelem fenntartásával is működtetett rendszer. Ez le lehet ennyire egyszerűsíteni, vagy ez ennél bonyolultabb szerint? Semmiképpen. Tehát nyilván a hatalom nagyon sok eszközön játszik, és rettenetesen tudatos és cinikus az eszközök alkalmazásában. Ha kell, szabályokat változtat meg, ha szükséges, akkor nyilván a választási eredmény befolyásolásában is sok mindent alkalmaz, amit egyébként mások is szoktak alkalmazni, de kialakult egy olyan aszimmetrikus helyzet, amikor ezek most nagyon jelentős erőfölényt jelentenek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy önmagában ezek nem magyarázzák a Fidesz sikerét. Ezek hozzátesznek nyilván ahhoz, hogy mondjuk például a kétharmad folyamatosan fenntartható legyen akkor, amikor egy-két mandátumról van szó, de hát nem ez a lényeg. A lényeg az, ami 2010 óta tudatosan történik, az a hatalomgyakorlás, és annak nem csak azok a részei, amit kommunikációról van szó, hanem nagyon sok olyan politikai döntés, ami képes volt arra, hogy nagyjából végig, bár ugye nem teljesen, mert hiszen 2014-ben nagyon közel volt a Fidesz ahhoz, egy jelentős szavazatvesztés után, hogy esetleg akár el is veszítse a választásokat. Más kérdés, hogy az ellenzék állapota nem tette lehető, hogy egyébként összességében több szavazatot szerző ellenzék megnyerje azt. Tehát nyilván voltak visszaesések, de azért mégiscsak most már 2002 óta folyamatosan a Fidesz, 2002-t mondok, két vesztes választással is, képes 2 millió fölötti szavazóval rendelkezni. Tehát 2002 óta, most már 20 éve minden választáson 2 milliónál több szavazója van, nyilván akkor 2 millió 3, és azóta pedig már a 3 milliót közelíti meg. Ugye a legrosszabb eredményét a Fidesz, ez is vicces, 2014-ben érte el, rosszabbat, mint 2002-ben és 2006-ban, mégis kétharmadot tudott szerezni. Igen,
jó, de hát ez az, amire azt mondja például az ellenzék, hogy nem, ez a csalás, kérem. Nem, nem, ez nem csalás. 2002-ben és 2006-ban vele szemben volt egy jelentős politikai erő, amelyik megelőzte. 2010 után meg oly mértékben meggyengült a szocialista párt, hogy egyedül már képtelen volt. Jó, fordítsuk ezt meg, 2014-et látod az utolsó pillanatnak, amikor az ellenzék számára nyílt egy ablak? Igen, abszolút. Tulajdonképpen azt sem, mert hiszen a politikai folyamatok nem értek még meg arra, hogy a Jobbik és az akkori baloldali politikai erők, ugye az Együtt, az MSZP és a Demokratikus Koalíció együtt bármilyen módon összehangolja a politikáját. De kétségtelen, hogy 2014-ben nagyon közel volt. Sőt, 2012-ben, ugye két évvel a tízes kétharmad után az akkori MSZP és az akkori Fidesz szinte fej-fej mellett haladt. Talán még lehet mondani a 14-15-öt, amikor a Jobbik közelítette meg a Fidesz, de azt gondolom, hogy az már egy más politikai helyzet volt, de kétségtelenül 14 az utolsó, és szerintem, ezt több helyen szoktam mondani, 18-ban szerintem véglegesen eldőltek a dolgok. Tehát 18 óta nem érdemes azon gondolkodni, hogy a választásokat az ellenzék megnyerheti-e. Szerintem ezt mondhatod volna 22-ben is azoknak a választóknak, akik 21 végén azt hitték, mert hogy az előválasztás egészen közel hozta az ellenzéket a Fideszhez. És úgy nézett ki egy pillanatra, hogy ott van esély. Nem volt? Hát szerintem arra, hogy ne szerezzen a Fidesz kétharmadot, volt esély, hogyha hinni lehet az akkori kutatásoknak, de azért, ha a méltatlanul nem tárgyalt 2019-es európai parlamenti választás adatait megnéztük 20-ban, 21-ben, 22-ben, akkor azért láttuk, hogy az a Jobbik már nem a 20%-os Jobbik, hanem messze 10% alatti, és nem lehet azt úgy összeadni, ahogy 18-ban össze lehetett adni. Én azt gondolom, hogy nem volt esély 2022-ben arra, hogy a Fidesz elveszítse a választást. Attól a vitától függetlenül sem, hogy Márki-Zay Péter hibázott, nem hibázott, bűnbak-e vagy sem? A sokkal jobban szerepelhetett volna az ellenzék, de szerintem arra nem volt esélye, hogy megverje a Fideszt. Sok hibát követett az ellenzék, az előválasztást követően nyilvánvalóan a miniszterelnök jelölt politikája, az többi ellenzéki pártnak a hozzávaló viszonya, és azt gondolom leginkább a kampány végén az orosz-ukrán háborúra adott reakció volt a legsúlyosabb politikai hiba, de még ha ezeket jobban teljesíti az ellenzék, szerintem akkor sem lett volna esélye választást nyerni. Ahogy egyébként 2026-ban sem lesz önerőből esélye arra, hogy választást nyerjen. Hát hogyan? Az önerőből azt hogyan kell értenünk? Hát megint hadd utaljak arra az irodalomra, ami az ilyen domináns párt rendszereket vizsgálja, az mindig azt állítja, hogy az ilyen domináns pártrendszerek nem úgy szoktak megdőlni, hogy egyszer csak az ellenzék saját maga jobban szerepel, mint korábban, hanem vagy történik valami olyan külső esemény, ami összeroppantja a domináns pártot, vagy pedig a domináns párton belül elindul valami olyan folyamat, ami valami platformosodáshoz, valami szétbomláshoz vezet. Hát ez utóbbit az előzőekben nagyjából kizártad. Így van, nagyjából kizárható szerintem, és legalábbis addig, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök. Úgyhogy azt gondolom, hogy csak valami fajta külső eseményben, a jelentős szavazatveszteségben, vagy politikai hibában, már hogy kormányzati politikai hibában bízhat az, aki kormányváltást szeretne. Amúgy egyébként szerintem nagyon kicsi esély van arra, hogy 2026-ban más történjen, mint 22-ben. Jön a másik állandó toposz, majd az Európai Unió megoldja. Mert hogy ha itthon nem megy, akkor majd kintről. És hát látjuk az Európai Unióba delegált ellenzéki képviselőket, hogy miközben azt nem gondolom, hogy azt teszik, amit a kormány rendre állít, hogy Magyarország ellen dolgoznának, de az kétségtelen, hogy a kormány szándékait igyekeznek akadályozni. Szerintem ez a magyar politika legnagyobb tévedése, vagy a magyar ellenzék legnagyobb tévedése. Az Európai Unió úgy, ahogy van, szerintem a legnagyobb erőforrása a mai kormány oldalnak. Tehát abban, hogy a politikai hatalmát képes így megtartani, hogy képes kampányokat szervezni, kommunikációt, narratívát építeni, abban a brüsszeli bombát kirakni, abban kulcs szereplő az Európai Unió. Tehát ha nem lennénk az Európai Unió tagjai, nyilván gazdaságilag nagyon más helyzetben kormányozna a kormány, de egy nagyon jelentős, a saját narratívájának fontos építőelemét, építő kockáját jelentő dolgot veszítene el. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden ilyesmi, ami az unióval kapcsolatos vita, az csak és kizárólag a kormány oldalnak jó. Ezt 2022-ig nagyon bátran állítottam, azóta azért látszik, hogy a fogatlan oroszlán, az Európai Unió legalább tejfogakat növesztett, de azért ezek még mindig csak tejfogak, és azt gondolom, hogyha
Én azt feltételezem, vagy azt látom, hogy a hatalomgyár irányítói rettenetesen cinikusan tudják ezeket a kérdéseket szemlélni, és ebben a cinikus felfogásban, ezt most nem negatívan mondom, a politikához nagyon sok cinizmus kell, ebben a felfogásban a költség-haszon számításban még mindig sokkal jobban jön ki a kormány. Tudom, hogy sok pénzt veszít a kormány oldal is az Európai Unióval kapcsolatos viták miatt, de a viták azok olyan politikai tőkét adnak a kormány oldalnak, annyira megkönnyítik a saját szavazóikhoz való beszédet, annyira alkalmasak arra, hogy éjjel-nappal erről szóljon a politikai kommunikáció, hogy ezt nem lehetne beszerezni más ágán a politikai folyamatoknak. Tehát az Európai Unió a legnagyobb adomány ebből a szempontból. Most ezzel azt is magyarázod azoknak, akik ezt rendre nem értik, hogy ez miért jó a kormánynak, hogy láthatóan megnyerhetetlen vitákba bonyolódik, bocsátkozik az Európai Bizottsággal, vagy más testületekkel. Persze, hát mindig viccesen szemlélem, amikor győzelmi jelentéseket írnak ezzel kapcsolatban ellenzéki politikusok itt, ott, amott. Hát nyilvánvaló, hogy miért rossz most a magyar kormánynak, mert vitába keveredett a biztossal, vagy el kell menni. Újabb kötelezettségszegési eljárás. Igen, hát mint egy adomány. Tehát ezek mind ajándékok a kormány oldalnak. Minden kötelezettségszegési eljárás, minden brüsszeli kritika, minden szóvivői megnyilatkozás. Én nem értem, hogy más, lassan másfél évtized nem volt elég arra rájönni, hogy ez... De az ellenzéki szavazó meg azt nem érti, hogy ez a kormánypárti szavazóknak miért tetszik. Tehát miért nem az a kormánypárti szavazó vágya, reménye, öröme, hogy jön a pénz, szeretnek minket a világban, megveregetik a vállunkat, de cuki ez a Magyarország, de helyesek ezek a kormánytagok, hanem hogy ez a kemény odaállás, majd mi megmutatjuk. Ez miért jó? Ezt nem szokták érteni. Világos. Csak ebben kellene érteni azt, és azt gondolom, hogy ennek azért történelmi előzményei is vannak, hogy ez a kurucosság, ez milyen mélyen benne gyökerezik a magyar néplélekben, amiről eddig beszéltünk. Tehát a mintakövetés, meg a mintatagadás, az mindig is ott volt a magyar politikai gondolkodásban, a 19. század óta biztosan egyértelműen ugyanígy látszik. Tehát az, hogy erre lehet politikát építeni, igenis vannak emberek, akik fogékonyak arra, ha a kormány megvéd minket, ha a kormány harcol, stb. Tehát ez a kurucos mentalitás, hogy a szavazók egy része erre nagyon is jól rezonál. Nyilván rettenetesen komoly arzenállal, erőforrással is tudja ezt megtenni a kormány oldal, ezt azért tegyük hozzá. Nyilván más lenne a helyzet, ha ennél árnyaltabb politikai kommunikáció jutna el a kormánypárti évekhez, de hát a médiarendszer oly mértékben átalakult az elmúlt egy évtizedben, és annyira elválasztott lett ma már, védett terület lett a kormánypárti szavazóknak a világa, hogy ők nem is nagyon értesülnek ezzel kapcsolatban más dolgokról, és minden megszólalás, legyen az brüsszeli, vagy hazai, ellenzéki, csak erősíti. Egyszer javaslom azoknak, akik ezt nem értik, hogy egyszer próbálják meg ezzel a szemmel, füllel nézni, hallgatni ezeket a híreket. Én többször kipróbáltam, nagyon, nagyon professzionális módon vannak ezek összeállítva. Mindig az aha élmény ugrik be, aha, már megint Brüsszel, aha, már megint a magyar ellenzék Brüsszelben. Nagyszerűen van ez megcsinálva. Hát nem beszélve most a háború és béke alapkérdéséről, ami hát egy kiválóan felépített narratíva, mi a béke pártja nálunk, hogy ez béke. Ja, hát az majd egyszer. És azért ez mennyire, hogy ez mennyire nem volt előre benne a dolog, hogy mennyire nem lehetett erre készülni? Ugye ez a választási kampányban robban ki, és pillanatok alatt felépült ez a békepárti versus az ellenzéki háborúpárti narratíva. De mondd azt, csak erőforrás kérdése, nem. Hogy erre például a kormány jól reagált, az ellenzék pedig tévedésben volt? Tudom, hogy sokan utálják, de szerintem ki kell mondani, ez a tehetség, politikai tehetség. Tehát az látszik, hogy a hatalomgyárban olyan politikai tudás jött össze, és ez nagyon következetes, tudatos politikával is egészül ki, ami óriási versenyelőnyt ad szerintem a kormány oldalnak. Persze van egy csomó mellélövés, hát volt a milyen kis emberek, a rengeteget dolgozók, sokat dolgozók kis emberek, meg talán szerintem az oltás ellenes, meg oltáspárti, valamennyire azért az hatott, de nem volt egy ilyen nagy teli találat, de sok-sok hasonló kísérletben, amit nagyon tudatosan csinálnak, egy-egy mindig bejön. Ezt képest, ha megnézed az ellenzéki oldalon, hát még 13 év után még neve sincs a kormány oldalnak, nem? Tehát egy elnevezést, egy állandó jelzőt nem tudtak. Na most az infláció adott egy A DK
ráírogatja az Orbán inflációt. Igen, legalább ők valamit csinálnak ebből a szempontból. Olyan dolgokról beszélünk, az a vicces ilyenkor mindig, amikor egyszer egyek a politikai versenyben. Nem is kellene róla beszélni, mert mind a két oldalnak kellene tudnia ezeket a dolgokat. Nálunk az aszimetriához hozzátartozik az is, hogy szerintem politikai tehetségben is, nyilván érthető módon, mert azért kontraszelektáltá vált az ellenzék, nyilván ma normális ember nem nagyon megy el ellenzéki politikusnak, meg különösen mondjuk ott dolgozni ellenzéki pártokhoz, de egy nagyon jelentős tudásbeli különbség is kialakult. Az miért normalitás függő, hogy valaki egy ellenzéki politikus vagy ellenzéki pártnak dolgozik? Azért, mert akkor a hátrányt szenved a társadalmi elérésekben? Persze, és folyamatos frusztrációt és kudarcot jelent. Tehát azért megnézed, hogy nyilván, ha valaki politizál bármilyen szinten, frontpolitikusként, tanácsadóként, munkatársként, nyilván az a célja, hogy sikert érjen el. Egy olyan ellenzékhez, amelyik 13 éve folyamatosan veszít, nagyon nehéz szerintem csatlakozni olyas valakinek, aki az élet más területein is sikeres lehetne. Ez jól látszik. Míg ellenben a kormány oldalhoz való csatlakozás az legfeljebb elvi megfontolásokból elutasított, de egyébként rögtön egzisztenciális értelemben hatalmas előrelépést jelent. Tehát igen, a tudás ma a kormány oldalon van ebből a szempontból, ezt is sokan szeretnek ezen nevetni, meg viccelődni, mert nyilván ez a tudás, egy nagyon, annak a tudása, hogy hogyan lehet nagyon egyszerűen, nagyon érthető módon dolgokat elmondani. Miután ez nagyon egyszerű és nagyon érthető, ezért ugye sokan az értelmiségi körökből erre legyintenek, és azt mondják, hát kutyába lemenni mindenki tud. Nem tud mindenki jól kutyába lemenni. Ez látható a magyar politikai versenyben az elmúlt egy évtizedben. Sokszor mondják azt, hogy ez azért van, mert ugye a Fidesz eredet történetében rengeteg a vidéki srác. És hogy értik azt, ahonnan jönnek, hogy Mari néni mit értett meg a lócán ülve a kapu előtt. Miközben a belső belvárosi értelmiség szavait meg Mari néni nem érti és nem is hozzászól. Ebben van igazság, vagy ez megint egy olyan toposz, amiben könnyű kapaszkodni? Szerintem nyilván nem mindent megmagyarázó elmélet, amiről beszélsz, de személyes tapasztalatom az, hogy ebben nagyon sok igazság van. Tehát a fideszes politikusokat megnézünk, és nem csak frontpolitikusokat. Sok esetben azt látjuk, hogy sokkal jobban értik azt, hogy az emberek hogyan gondolkodnak. Nem szoktunk erről beszélni, de érdemes megnézni a helyi politikát. Tehát, hogy helyben sokan gondolták, hogy majd választások előtt az ellenzék tud találni alkalmasabb, meg jobb jelölteket. Nem nagyon sok helyen nem sikerült. És azok a fideszes politikusok, akiket pedig általában egy budapesti értelmiségi körben, hát ilyen derültség közepette szokták csak említeni, azok nagyon sikeresek abban, hogy hogyan lehet az emberekkel beszélni. Ezt személyesen is láttam több vidéki kampányban, és nyilván nem csak a kampányban, hanem folyamatosan végig. Tehát igen, szerintem van egy ilyen jelentős különbség, és az ellenzéknek ezt is, az ellenzéki pártnak, aki egyszer majd sikeres akar lenni, meg kell tanulnia, hogy egyébként a szocialisták ezt tudták. Tehát ha emlékszel rá, a 90-es évek közepén, hogy Horn Gyula kormányában, abban az időszakban nagyon sok olyan szocialista politikus volt, aki sokkal jobban értette akkor. Sőt, maga Horn Gyula is tudott úgy beszélni és fogalmazni dolgokról, hogy mindenki értse. Tehát Horn Gyula és Orbán Viktor között ebből a szempontból nagyon sok hasonlóság van. Legfeljebb talán az a különbség, hogy Horn Gyula messze nem volt ennyire tudatos, vagy ennyire professzionális ebben, mint most Orbán Viktor. Hát egy másik közösségben igen, szocializálódott, az egy másik világ volt. Igen. Említetted, hogy ez valószínűleg nem egy belső mozgásokon alapuló változás lehet, ami történhet. Akkor egy kicsikét nézzük távolabbi szemszögből az egészet. Mint hogyha a világ két erős pólusra kezdene szakadni. Van ez az euróatlanti világ, ahol most Amerika dominanciára tör az Unióval szemben, és van ez az ázsiai feltörekvés, ami meg gyakorlatilag már ott van belük szemben kihívóként. Ebben a magyar politika, mintha egy hintán ülne. Ez a klasszikus hintapolitikánk. Ez meddig tartható? Szerintem belátható időn belül tartható. Tehát ezzel kapcsolatban sokszor jöttek ilyen mondatok, már a 2010-es évek közepén is, hogy a hintapolitikának egyszer vége lesz, és akár az orosz-ukrán háború kapcsán magam is gondolkodtam azon, hogy talán itt már azért egy olyan pillanat van, amikor sokkal komolyabb tétje van annak, hogy ki hova áll, de
működik, megy. Nyilván szenvedett el sok veszteséget a magyar diplomácia, mondjuk csak az elmúlt egy évben szerintem. Tehát az, hogy elindult egy útkeresés, egy stratégiai gondolkodás, abban a tekintetben, hogy jó irányba halad-e a kormány oldal belül, az szerintem annak a következménye, hogy tényleg, tehát voltak fájó dolgok, voltak erős nyomásgyakorlások, de azért összességében azt gondolom, hogy menedzselhetőnek tűnik. Most még menedzselhetőnek tűnik ez a kérdés, és Magyarország geopolitikai helyzetét illetően azt gondolom, hogy belátható időn belül, ami most a mi beszélgetésünkben szerintem egy 10 év, ez fogja a legnagyobb problémát okozni. Tehát nem hiszem, hogy amikor arról beszélünk, hogy külső ok, akkor az lesz, hogy Magyarországot rákényszeríti a világpolitikai hatalmi játszma arra, hogy egyértelműen válaszol, vagy hogy egyáltalán arra, hogy megbukjon ez a kormány, és egy másik kormányon jön létre. Én szerintem itt nem tartanak a folyamatok. Ugyanakkor nyilván én is érzékelem azt, amiről beszélsz, meg engem is nagyon izgat ez a kérdés. Szerintem persze ez az ázsiai hatalom, ez a kérdés azért nem egyéves, hanem amióta én politikával foglalkozom, azért erről lehet olvasni, és azért még mindig nem lépte át azt a szintet, hogy ez itt számunkra Magyarországon politikai realitásként jelenjen meg. Viszont Oroszország annál inkább, és simán lehet feltételezni azt, hogy ez az orosz kapcsolat, ez egy idő után egy mérgező kapcsolattá válik, amit nagyon nehéz megmagyarázni, és nagyon sokan próbálnak szintén értelmezni, hogy ezt vajon miért és milyen háttérrel engedi meg magának a magyar politika. Hát nézd, hogyha egy jó tündértől lehetne egy kívánságom, politikai jellegű kívánságom, akkor biztos, hogy azt szeretném megtudni, hogy mi van a dolgok háta mögött. Tehát azt nyilvánvalóan látjuk, hogy a 2010 után, sőt, talán egy kicsit előbb, 2009 óta a Fidesznek, Orbán Viktornak egyre jobb kapcsolata lett Oroszországgal, Putyinnal, szemben ugye az azt megelőző időszakkal, amikor teljesen fordított volt a helyzet, és azt szeretném tudni, hogy vajon e mögött mi áll, milyen politikai megfontolás, más megfontolás. Nyilván... De ez ma több ennél. Tehát ami 2009 és 2012 között volt, arra lehetett mondani azt, hogy persze gáz, meg földgáz, benzin, gázolaj, mit tud, minden. Paks 2. Mindent lehetett. Amióta kitört a háború, az egy másik helyzet. A helyzet más. Etikailag, ha az a politikában értelmezhető egyáltalán, erkölcsileg szintén. Persze, csak az elköteleződés nem más. Igen. De az elköteleződés korábban történt meg. Ez a furcsa ebben. Hát ezért gondolom hogy azt... Hogy az nem változik. Nyilván azért ez nem így megy, hogy egyik pillanatról a másikra. Ráadásul nem tudjuk az elköteleződésnek a mélységét, mienségét, ami nyilván azért befolyásolja azt, hogy mekkora a mozgástere a kormánynak ezt átgondolni. De én azt látom a kormány oldalon, hogy zajlik egy gondolkodás azzal kapcsolatban, hogy ez így jó-e, helyes-e. Te ebben most azt sugallod, hogy fogva van a magyar kormány? Nem, de hát világese. Nem, én azt mondom, hogy ezt szeretném tudni. És az abból... Hogy fogva van-e? Hát persze, hát nyilván. Igen. Hát egészen más helyzet. Tehát, hogy önszántunkból megyünk ezen az úton, vagy történtek olyan dolgok, amelyek miatt nincs mozgástér, kényszerpálya van. Az gazdasági lehet, vagy személyes? Hát, most találgatunk, nyilván. Nekem is vannak ilyen jellegű gondolataim, hogy mik lehetnek, de nyilván felesleges ezekkel szerintem a nyilvánosság előtt játszadozni. Abban bízhatunk, hogy 50-80-100 év múlva majd egyszer csak ezek kiderülnek. Mi már sajnos ez ma megnyugtatóan hangzik számunkra. igen, sajnos mi már ezt nem biztos, hogy megérjük. De az viszont, hogy én azt látom, hogy elindul egy gondolkozás a kormány oldalon, hogy jó-e ez az irány, az talán azt mutatja, hogy több benne a saját ezt döntés. Ezt te miből látod? Na, nagyon sok elemből. Tehát most erősítjük meg, hogy csak a rossz hatalom a Paks 2-höz, miközben elmondják a szakértők, hogy lehetne más megoldást is találni. Ide jön a fehér orosz külügyminiszter, akit egész Európában sehol nem fogadnak, de Szijjártó Péter meghívására megérkezik. Tehát ezek azért nem azt mutatják, hogy másfelé haladunk. Nyilván ugye a nagy hajó nehezen fordul, de még nincs is szó erről, hogy fordul. Szerintem arról van szó, hogy megy a hajó abba az irányba, amiben ment korábban, és megy tovább, de a hajón ülők gondolkodnak azon, hogy nem kellene fordítani a kormányon. Én ezt látom, szerintem nagyon sok olyan... A Titanicon is ez történt. nem kéne valamerre menni, kapitány? Jó az. Szerintem vannak jelei annak, hogy nem egységes a kormány oldalában a tekintetben, hogy ez a helyes külpolitikai, nemzetközi stratégia, amit korábban vitt a kormány, és hogy nem kell-e az orosz-ukrán háború miatt ezt átgondolni. Szerintem ennek vannak jelei, és vannak olyan események, mondatok,
cselekmények, amelyek utalnak arra, hogy gondolkodik ezen a kormány. Én több helyen beszéltem erről, és most is azt mondom, hogy szerintem a lengyel választás lesz egy fontos esemény ebben a partner talál-e magának a magyar kormány, vagy sem? Hát vagy még rosszabb partner talál, mint eddig. Mert ugye a mostani és ebben a tekintetben, tehát a jog és igazságosság ebben a tekintetben azért sokat távolodott a kormány oldaltól, de ha a jog és igazságosság veszít, akkor egy minden tekintetben a Fidesz-szel ellenséges szövetségese lesz már csak, és azt gondolom, hogyha ez az utolsó bástya is elesik, egy ilyen, hát most már egy ilyen vonakodó szövetséges, aki maradt, akkor a magyar kormány olyan lehetetlen helyzetbe kerül, hogy ott már nagyon sok érv szól majd amellett szerintem, hogy változtasson. Ez ügyben Novák Katalin megszólalásaira, utazásaira, interjúira mennyire érdemes figyelni? Mennyire beszél ő ki, és mennyire tágítja a kereteket ezekkel a megszólalásokkal? Hát ugye megint a kérdés olyas, amire utal, amit nyilván én nem fogok tudni. És Novák Katalin maga ugye nemrég arról nyilatkozott, hogy teljesen önálló, szuverén módon alakítja a döntéseit. Igen, hát... Elfogadjuk az én arckifejezésemet, a kedves nézők pedig nem. Igen. Elfogadjuk ezt az állítását? Nem nagyon tudunk más tenni szerintem, és azt gondolom, hogy annyira következetes az, ahogy a köztársasági elnök asszony ebben az ügyben politizál, bár tudom, hogy sokan azt mondják, hogy csak egy jó rendőr szerepet játszik. Azt gondolom, hogy ennek azért kell lenni valami fajta, hát saját meggyőződéséből fakadó cselekvésnek is, de nyilván tehát azért vagyok ennyire hezitáló, egyrészt másrészt gondolkodó, hogy kedvesen említetted a bevezetőben, hogy utaljak rá, mert szerintem ezt nem fogjuk tudni. Tehát nyilván mindenkinek van véleménye erről a kérdésről, de nem tudjuk, viszont az tény, hogy ez a hang elhangzik, és van, és ez a hang el is hangozhat, ami azt jelenti, hogy nem ellentétes a kormány fő szándékától sem. Az egyrészt, másrészt jó, hogy visszautaltál rá, mert nem maradjon ez így. Én ezt bírom. Tehát, hogy ebben a műsorban nem nagyon szoktam ilyen személyes kinyilatkoztatásokat tenni, de ahhoz képest, hogy ma mondunk valamit, és holnap visszamondjuk, és teljesen más mondunk, de mind a kettő teljes meggyőződéssel, ahhoz képest te árnyalod a képet azzal, hogy van egy ilyen változat, meg van egy olyan, és hát majd meglátjuk, hogy merre haladhatunk. Ezt érdemes felvázolni most. Az én olvasatomban, én most ezzel téged nem bántottalak, a te olvasatodban. Nem, de én fontosnak tartom a másikat is. Tehát szerintem a politikai beszéd, tehát ahogy egy politikusnak, politikai szereplőnek, még ha elemzőnek is hívja magát, de ha politikai szereplő, akkor neki egyértelműen kell beszélni, akkor nincs másrészt. De te nem vagy politikus, te elemző. Én ezt gondolom, hogy szerintem egy elemzőnek úgy kell beszélni, amilyen a világ, már pedig a világ az bonyolult, ezt többször említettem már, amikor a hallgatókkal erről beszélgetünk, ilyen elemző órákon, én mindig azt szoktam mondani, hogy a világ legegyszerűbb dolgai is egyrészt másrésztekből állnak, Laci egyrészt jó az ágyban, másrészt nem viszi le a szemetet. Egy egyszerű gondolkodás Laciról, ugye? És már ott az egyrészt másrészt, aztán persze el tudom szegény dönteni. Laci. Szegény Laci, igen. Aztán el tudom dönteni, de minden személyközi kapcsolatunk, bármi, amiről gondolkodunk, egyrésztekből és másrésztekből áll, ha valaki csak egyrészteket mond, vagy másrészteket, az politikus szerintem. Téged izgat még a politikai elemzés, mint műfaj, mint szakma, mint tevékenységi irány? Izgat, annak a nyilvános része az, ami már kevésbé... Azért látunk kevesebbet mostanában? Igen. Azt gondolom, hogy a politikai szereplők nagyon, saját szempontjukból nagyon helyesen felismerték azt, hogy a nyilvánosságban kimondott minden szónak politikai jelentősége van, és akkor miért kellene ezt a véletlenre bízni? Ezért felépítik a saját embereiket, és a nyilvánosságban megjelenő politikai elemzés valójában politikai beszédeket tartalmaz döntően. És ebben én nem szívesen veszek részt, mert ez így nem érdekel. Én ezt abszolút jónak tartom, meg semmi bajom nincs vele. Időnként szívesebben meg is nézem, amikor magát elemzőnek nevező, de politikai szereplő beszél egymással, mert sokkal izgalmasabb. Szerintem a nézőnek is jobb egyébként. Mert jól konfrontálódhatnak ezek a vélemények, tehát mondjuk egy ilyen csat jellegű műsor, ami nálatok is van, szerintem az be tudja tölteni a nyilvános politikáról való nyilvános okoskodásnak a szerepét. Ebben nem, viszont én nem szívesen veszek részt. Viszont volt egy pillanat, amikor te is majdnem politikai szereplő lettél, aztán visszahőköltél tőle. Ott mi volt az, ami ennyire taszító volt, miközben vonzott? Hát amire utalsz, az egy hét volt, tehát nem volt az olyan hosszú, de nem szeretném megkerülni. De annak híre volt. De a gondolkodás ezzel kapcsolatban bennem az évtizedes
volt. Tehát évtizedekig tartott, ha lehet így fogalmazni. Tehát a pályám kezdetétől gondolkodtam azon, hogy érdemes lenne átlépni a Rubikon. Nyilván láttam azt, hogy vannak dolgok, amiket lehet, hogy jobban tudnék csinálni, mint mások. Számomra ez egy ilyen önismereti történet, tehát azt gondolom, hogy meg kell ismernem magamat, hogy mi az, ami nekem fontos, mi az, amit én szeretek csinálni, és sok-sok politikussal együttműködve, vagy beszélgetve azért nyilván magam is tapasztaltam, hogy az az életforma, amit egy politikus visz, az nem az, amit én szeretnék. Az minden tiszteletem a politikusoké, tényleg az az életforma, hogy egy politikusnak működnie kell, amikor egy nap folyamatos készenlétben minden elmulasztott találkozó lehet, hogy egy szavazatveszteséget jelent a következő voksoláson, akár csak a párton belül is egy rossz szó, egy kritikus mondat a párttársadra, és lehet, hogy legközelebb ellened szavaz. Tehát egy iszonyatos terhelést jelent. Olyan embereknek való, akik szeretik a pörgést, akik nem szeretnek otthon ülni, akik nem szeretnek gondolkodni, hanem szerepelni szeretnek, cselekedni szeretnek. Gyürk András volt nekem az évfolyam társam az egyetemen, és emlékszem, hogy egyszer az ajtóban állva beszélgettünk, amikor az András mondta, hogy hát ő megy politizálni, és hogy a Fidelitasban volt akkoriban, és akkor beszélgettünk erről, az elemzés, politizálás, és akkor mondta, hogy hát mi értelme van a politikáról való beszédnek? A politikai cselekvésnek van értelme. És nyilván logikailag a cselekvés megelőzi a beszédet, de azt gondolom, hogy ez két különböző karakter. Van a politikus, meg van a megfigyelő, és be kellett látnom, nagyon helyesen sok mindentől védett ez meg, hogy ez nekem nem való. Örülök, hogy ebbe is bepillantást nyerhettünk, és köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Ez mostanában egy ritka alkalom, úgyhogy én megtiszteltetésnek tekintem. Köszönöm. Török Gábor, köszönöm szépen. Köszönjük a figyelmüket, jövünk legközelebb is. Nagyjából ugyanígy láthatnak minket, ugyanígy elérnek minket, tegyék ezt viszontlátásra.